A kormányrendelet miszerint jövőre bocsátások várhatók a Közvirában, Szabadkán sem kerüljel, ezért a város polgármestere már most arra figyelmeztet, lesz a racionalizáció az itteni önkormányzatban, de a közvállalatokban is. Most tegyük össze az adatokat, hiszen azok az adatok, amelyek köztársasági szintről nyilvánosságra lettek hozva, és amiatt addig nem mindenben stimmelnek, ezt kell pontosítanunk még, és azt mondom, az elkövetkező egy héten belül pontosan tudni fogjuk, hogy akkor mit fog ez számbeleg is jelenteni az önkormányzat részére, illetve valójában a közvállalatok, a közintézmények részére és magára a közkötársra vonatkozóan. Biztos, hogy leépítés fog bekövetkezni, az szerintem egyértelmű, az a kérdés, hogy mekkora számú lesz ez a leépítés, illetve hogy mely intézményeket is mely közvállalatokat fog érinteni. A köztársasági büdzsé javaslatának elemzése azt mutatja, hogy az egészségügyben 7000, a szerbiai önkormányzatokban és a hatáskörükbe tartozó közvállalatokban 16000 foglalkoztatottat bocsátanak el. A belügyminisztériumban 2-3000 kaphatnak felmondást, és a tanügyben is néhány ezeren fölöslegnek számítanak. A szerb költségvetési tanács bejelentése szerint számukra jövőre 15 milliárd dinárt irányoztak elő végkielégítésre.